itt az Ungvári járásban a homoki kistérségben érták ki első körben a választásokat. Ez azért is jelentős, hiszen itt 30%-os magyar kisebbség körülbelül. Ez a közösség immár második éve harcol azért, hogy ne csatolják ezeket a kisebb településeket Ungvárhoz, hiszen akkor elvesztenék önállóságukat, és az új politikai rend most átengedte ezeket a kérelmeket, ezért hát abban vagyunk érdekeltek, hogy itt a homoki kistérségben minél több képviselőnk bejusson ebbe az önkormányzatba. Most indul a választási kampány, nekünk 11 jelöltünk van ebben a kistérségben, és hát azért is fontos, hiszen óvodákban, iskolákban is érdekeltek vagyunk, hiszen működnek magyar óvodáink, magyar iskoláink, és ezeknek a megvédése a következő időszakban nagyon jelentős lesz a helyi magyar közösség megmaradása érdekében. Mint az Ungvári járásban mindenhol, itt ezekben a falvakban is számos támogatási rendszerünk működött eddig is. Így például a jótékonysági alapítványnak az elmúlt két évben több mint 940 támogatása ért el a magyar családokat, illetve az érintett családokat, hiszen pedagógusok, egészségügyi dolgozók, zeneiskolai tanárok, nem csak magyarok, hanem ukránok is részesülnek ebből a támogatásból, amennyiben magyar oktatási intézményben dolgoznak, illetve ellátnak magyar betegeket. Számos rendelőt is felújítottunk az elmúlt időszakban a családorvosi rendelők felújítási programjának keretében. Itt például hozzájárulhattunk a homoki rendelőnek a felújításához, a homoki iskola tetőszerkezetét pedig a keleti partnerség támogatásán keresztül tudtuk felújítani és átadni 2018. decemberében. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy egymás támogatása volna célra vezető, hiszen mindannyiunk szándéka, mindannyiunk érdeke ugyanaz. Az, hogy megtartsuk itt a lakosságot, legyen az magyar, szlovák, vagy éppen ukrán, vagy orosz, hiszen elég vegyes lakosságú ez a kistérség, hiszen nagyon sokan települnek külföldre. És az volna mindannyiunk érdeke, hogy mind infrastrukturálisan, mind pedig egészségügyi oktatási szférában olyan állapotokat tudjunk közösen teremteni, hogy az embereknek ne kelljen máshol munkát keresni, megélhetést, illetve biztonságos megélhetést keresniük, vagy akár jöjjenek is haza, akik külföldre távoztak, hiszen szükségünk van arra, hogy értelmes emberek álljanak az önkormányzatok élére, és vigyék előre ezt a munkát. Rettentő sok feladat vár majd ezekre az önkormányzatokra, hiszen újonnan kell majd mindent létrehúzniuk. Kórházakat, iskolákat, oktatási osztályokat, tehát mindent, mint eddig a járást tett, ugyanúgy kell majd létrehozni ezekben a kistérségekben. Mi azt gondoljuk, hogy ha magyar képviselőink ott lesznek majd ezekben az önkormányzatokban, az csak elősegítheti ezt a munkát, illetve akár a nemzetközi projektek tekintetében is előre mozdíthatja azokat a fejlesztéseket, amelyek majd ezekben a kistérségekben kialakulnak. Akár a turizmus, akár a vállalkozásfejlesztés tekintetében, hiszen a Zegánede Gazdaságfejlesztési Központon keresztül számos vállalkozó, több mint 80 vállalkozó kapott támogatást már eddig is ezekben a falvakban, amelyek most kívánnak egyesülni. Azt gondolom, hogy az Ungvári járásban azok a kistérségi megmozdulások, azok az indítványok, amelyek alulról jövő kezdeményezésként megmutatkoztak az elmúlt időszakban, egész logikusak. Én azt gondolom, hogy ha ez maradna, akkor az jól le tudná fedni a nemzetiségi arányokat is, hiszen a homoki kistérségen kívül, ahol, mint mondtam, 30%-os a magyarságnak az aránya, beindult a szürtei kistérség, tehát ott is szeretnének létrehozni 7 település egy saját önkormányzatot. Szó van még a Csapi kistérségről, ami szintén egy nagyobb létszámú közösség volna, illetve a Nagy-Dobronyiról, tehát ezáltal lenne lefedve az ungvári járási magyarság.